Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. A Mozaikban a városi kitüntetetteket mutatjuk be időről időre, és a Hűségnapja alkalmából dr. Király Jenő díjban részesült dr. Freiler Erzsébet házi orvos, akit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban, és egyúttal gratulálok a díjhoz. Köszönöm szerkesztő úrnak a köszöntését, hát valójában meglepetésként ért a díj, hiszen úgy tudom, hogy utoljára 10 évvel ezelőtt kapott házi orvos ilyen magas kitüntetést a várostól. Ugye Király Jenő főorvos úrról tudni kell, hogy soproni volt, Sopronban volt kórházigazgató, kórházépítő és nagy hírű sebész, de mindemellett nagyon jó ember hírében állt, köztiszteletben álló személy volt kollégái és a betegei körében. Hát ezért is érzem külön megtiszteltetésnek, hogy a város vezetése és a képviselőtestület engem méltónak ítélt erre a díjra. Azt szokták általában mondani itt a díjazottak, hogy nem számítanak a díjra, nem azért dolgoznak, de ez minden ember életében egy öröm, és ilyenkor én azt gondolom, hogy azért egy kicsit el is gondolkodik, meg számadást tart arról, hogy miért pont én szerintem. Ön elgondolkodott ezen? Természetesen elgondolkodtam, de megerősödtem abban, hogy talán méltó helyre került a díj, amikor kollégáim hívtak fel sorban, hogy igen, megérdemelted, betegeim millió gratulációját kell a mai napig fogadnom, úgyhogy tényleg megtiszteltetés számomra. És hogyha visszakanyarodunk a pályája elejére, akkor hogyan emlékszik vissza, mikor kezdődött egyáltalán az elgondolás, vagy az azon gondolkodás, hogy ön az orvosi pálya mellé teszi le a voksot? Nem minden esetben jön egyszerűen, aztán valaki azt mondja, hogy nagyon természetes, sem önnél hogy történt mindez? Hát azt gondolom, hogy külön kell választani az orvosi pályára való készülődésemet, és külön a házi orvosi pályára készülésemet. Az orvosi pályára nagyon tudatosan készültem, tehát a gimnázium 4 évében én más sem akartam lenni, mint orvos. Valójában a családomban csak azt láttam, hogy mindenki segít ott, ahol tud, tehát a segítőkészség, a más ember iránti tisztelet az a családomban bőven megvolt, és az orvosi pálya sem volt távolálló a családban, van előttem orvosi példa, és nyilván ez még motiváltabbá tett abban, hogy az orvosi pályát válasszam. Hát a házi orvosi pálya az már érdekesebben alakult, nem házi orvosnak készültem, miután az egyetemet elvégeztem. Meg kell, hogy mondjam, a 6. év végén, ugye 6 év az orvosi egyetem, az emberben már azért kikristályosodik, hogy milyen szakterületet szeretne választani. 6. évben 2 hetet kellett eltöltenünk házi orvosi gyakorlatban. Én egy budapesti 6. kerületi házi orvosi rendelőbe kerültem, akkor körorvosi rendelőnek hívták még, és számomra rettenetesen riasztó volt, amit ott tapasztaltam. Tehát a betegek egymásnak adták a kilincset, a fektetőben 2 beteg volt, az egyik épp ellátás alatt, a másik a mentő szállításra várt. A körzeti orvos doktornő kiberohangált a rendelő és a fektető között. Nekem ez nagyon riasztó volt, és akkor elhatároztam, hogy 3 pályát nem kívánok magamnak az orvosi vonalon, hát az egyik a házi orvoslás. Ezt a egyedül végzett, nagy felelősségű munkát azt gondoltam, hogy én azzal a fejjel biztos, hogy nem tudom vállalni. Úgyhogy mindenképpen csapatmunkában gondolkodtam, mindenképpen kórházban, egy biztonságos szakmai háttérrel rendelkező helyen szerettem volna az életemet elkezdeni. Aztán mi történt, hogy mégis a házi orvoslás mellett döntött? Hát 5 állásra lehetett az egyetem végzésekor beadni a pályázatot. Ebből nekem mind az 5 kórházi osztály volt. 6. év végére kikristályosodott, hogy inkább a mozgásszervi betegségekkel szeretnék valamilyen szinten foglalkozni, ezért kizárólag reumatológiai, illetve ortopédiai státuszt pályáztam meg. Hát az 5 állásból 1-et kaptam Zalaegerszegen, egy megyei reumatológiai osztályon egy orvosgyakornoki
állást, de én közben férjhez mentem, a férjemmel együtt egy helyre pályáztunk mindenhol, a férjem meg Sopronba került. Na hát aztán távházassággal kezdődött a közös életünk és a pályánknak a kezdete is, úgyhogy én Zalaegerszegen tájékozódtam, hogy esetleg ő oda tudna eljönni, ő pedig itt Sopronban. És akkoriban nagyon felfejlesztették az üzemorvosi ellátásokat, gyakorlatilag az üzemorvosnak a kompetencia körébe ugyanazok az ellátások tartoztak bele, mint a házi orvosoknak, illetve a akkori körzeti orvosoknak. Tehát volt táppénzbevételi jog, vényírási jog, betegkivizsgálási lehetőség, tehát minden olyan, amit egy körorvos végezhetett, és a postaigazgatóságon akkor létesítettek újonnan egy gyönyörű szép házi üzemorvosi rendelőt, mindennel felszerelve. Én akkor ezt megpályáztam, megkaptam, tehát Zalaegerszegen töltött néhány hónap után én már itt a soproni belgyógyászatra a gyakorlati időmet tölteni tudtam. Nagyon jó mentoraim voltak, Tremmel Otto főorvos úrnak az osztályán, Erényi főorvos úr, dr. Varga Edit, Babella főorvos úrtól rengeteget tudtam tanulni, ami még azért az egyetemi képzésből bőven hiányzott, és akkor ki tudtam kerülni ebbe a státuszba. Most gyakorlatilag mondtam, hogy tényleg teljes körű ellátás volt, a probléma ezzel az volt, hogy nem sokáig tartott. Ugyanis a rendszerváltásban az üzemorvosoknak a kompetencia köreit nagyon megcsorbították. Tehát a betegellátás kikerült, maradtak a szűrővizsgálatok, előzetes és rendszeres üzemorvosi vizsgálatok, amik összefoglaló néven szűrővizsgálatok voltak. Ezzel együtt viszont üresedett egy házi orvosi praxis. Tehát arra nekem nagyon jó volt az üzemi ellátás, hogy kicsit beleszokjak, belekóstoljak az önálló munka lehetőségébe, érezzem azt, hogy milyen egy embernek a betegségét végig követni, milyen egy kivizsgálásnak a folyamata, és így már nagyon bátran elmertem vállalni a rám bízott körzetet, és hát innen datálható. És idestova ugye lassan-lassan már 40 év telt el hát azóta, megszerette. És én azt gondolom, hogy ez lett az élete, meg a hit. Mi a hitvallása, hogyha már itt tartom? Hát a hitvallásom, nehéz ezt megfogalmazni, de egyértelműen a jó orvos-beteg kapcsolat. Tehát arra törekedni kell minden alkalommal, hogy az ember megnyerje az ügynek a beteget. Azt szoktam mondani, hogy ez egy csapatmunka, tehát a beteget tájékoztatni kell, újra és újra időt kell arra szánni, hogy a betegségéről, vagy pedig a lehetséges, majd várható betegségei miatt hordozott rizikófaktorokra felhívjuk a figyelmét, és a betegségek megelőzésében ő együttműködő legyen. Ebben nekem nagyon kiváló kollégáim vannak, 26 évig dolgoztam együtt egy igen kiváló, nagyon jó kapcsolatteremtő készséggel rendelkező asszisztensnővel, ő nyugdíjba ment, és most 5 éve egy nagyon-nagyon aktív, fiatal, lendületes, nagy tudású asszisztensnőm van. Hát ez igen. És ugye elmondtuk azt, hogy az orvosi meg a házi orvosi pályát külön kell választani, végül is házi orvosként tett le nagyon sokat az asztalra, de én azt gondolom, hogy a betegek visszajelzése, a jó munka kapcsolat, az mindenért kárpótolta. Igen. Jól igen. Látom, tehát... Igen, ez tényleg így van, meg kell mondjam, hogy ennyi idő elteltével örömömet lelem benne, és még most is nagyon motiváltnak és aktívnak érzem magam ahhoz, hogy a betegeimmel foglalkozzak. Nagyon-nagyon örömteljes az, hogy most már koromnál fogva van ugye harmadik generáció gyógyítok egy családból, és azt gondolom, hogy a házi orvoslásnak éppen talán ez is a lényege, hogy az ember tudja követni azokat a betegségeket, egy fiatalt, amikor 18 évesen belép a rendelőbe, gyerekellátásból átkerül a felnőtt ellátásba, akkor be lehessen vonni az ő esetleges betegségei kialakulásának a megelőzésébe. Tehát erre rengeteg időt kell szánni, és az emberek is sokfajták, hát a betegek pláne. Ha nincs időm arra, hogy türelmesen elmagyarázzam, és
jó kapcsolatra törekedjek, akkor azt a beteget, nem is jó talán betegnek nevezni, pacienst, az el fog veszni, nem bízik bennem. Tehát meg kell találni mindenkivel külön-külön azt a hangot, ami az ő személyiségéhez illik. Említette, hogy nagyon motivált, nagyon aktívnak érzi magát. Elhangzott az, hogy nagyon fontosnak érzi az orvos-beteg ember kapcsolatot, a megelőzést, és így zárásként nem mehetünk el gondolat nélkül, hogy ugye azért a járványok korszakát éljük, éltük. Mit tart a legfőbb kihívásnak most a mai világban? Igen, hát a járvány az egy dolog, igen, gyakorlatilag az interneten áramló dömpinget, ami azért nagyon sokszor hátráltatja a rendes, korrekt betegellátást, tehát a beteg nem feltétlenül válik együttműködővé, hogyha az interneten tájékozódik, mielőtt orvosi tanácsot kér. A telemedicinális ellátást a COVID idő alatt megtapasztaltuk. Ez nagyon jól tud működni, de rengeteg buktatója is van. Az egészségügyi reform is egy kihívás. Gyakorlatilag azzal, hogy most, tehát azt tudom mondani, ami a házi orvosokat közvetlenül érinti, körzetátalakítások lesznek, a bizonyos létszám alatt működő praxisokat megszüntetik, vagy összevonják, ami a soproni betegeket a közeljövőben február 1-től érinteni fogja, ez az ügyeleti rendnek az átalakítása. Tehát ez nekünk is, nem csak a betegeknek, mindannyiunknak kihívás. De a legnagyobb kihívás, és nem szabad elmenni mellette, az a COVID éra volt. Én azt gondolom, hogy mind fizikailag, mind szellemileg borzasztóan megterhelő volt az egészségügyi ellátórendszerben. Én biztos, hogy életem végéig nem fogom egyenként azokat a betegeimet elfelejteni, akiket a COVID-ban elveszítettem. Köszönöm szépen dr. Freiler Erzsébetnek, házi orvosnak, hogy mindezt elmondta, és a következő időszakra hát azt kívánom, hogy legyen egészség, maradjon ez a motiváltság, ez az aktív hozzáállás, és reméljük, hogy a járványt most már letudtuk, és még egyszer gratulálok a Király Jenő díjhoz, minden jót kívánok. Nagyon szépen önnek. Köszönöm, viszont. És köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmet, minden jót kívánok, viszontlátásra.